Székesfehérvár önkormányzatának feladatai közé tartozik a gyermekvédelmi alapellátás megszervezése. Ezt a feladatot alapvetően az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központtal, illetve a Családok Átmeneti Otthona intézményein keresztül valósítja meg. A szakellátással kapcsolatos együttműködést szeretné az önkormányzat még erősebb és hatékonyabbá tenni a jövőben. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet péntek délután rendeztek az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központban. Cserpalkovics András úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos országos intézkedéseket lokális szinten is elő kell segíteni, és meg kell vizsgálni, hogy milyen cselekvésekkel fejleszthetőek ezek a területek, és hogy lehetne az ebben a szférában dolgozók munkáját a lehető leghatékonyabban segíteni. Arra kértem Mészáros Attila alpolgármester úrunk keresztül a Fehérváron működő, ezen a területen dolgozó intézmények vezetőit, hogy egy közös gondolkodással tegyenek le egy szakmai programot, egy csomagot, amit mi a testület elé terjeszthetünk. Ez megtörtént, ezt ismertettük a mai nap, és ezt fogjuk az április végi közgyűlésen megtárgyalni. Reményeim szerint a testület ezt el is fogja fogadni. A program egyebek mellett szakmai javaslatokat, intézményi fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat, például a kokáért a gyermekek átmeneti otthonának létrehozására irányuló terveket is tartalmazza, emellett pedig különböző szociális támogatásokról is szó esik benne, amelyek a szektorban dolgozókat és az ellátottakat hivatottak segíteni. Ilyen pénzbeli támogatás lenne a szociális gyermekvédelmi szakellátásban koruknál fogva ezeket az intézményeket elhagyó fiatalok számára egy egyszeri 100.000 forintos támogatás, azzal, hogyha Székesfehérvári intézményben szereztek végzettséget. Nyilván ennek a körnek szeretnénk egy lakhatási programot is indítani, hogy nyilván átmenetileg a kiköltözés után egy átmeneti segítséget tudjunk nyújtani. Mészáros Attila hozzátette, hogy a szakellátásban dolgozóknak ide tartoznak a város bölcsődéi és óvodái is, különféle szakmai megbeszéléseket és workshopokat szerveznének, ahol többek között a bántalmazás felismerés és a szülőkkel való megfelelő kommunikáció is szerepet kapna. A program továbbá tartalmaz a szociális szektorra irányuló bérkiegészítési javaslatokat, a gyermekek átmeneti otthonának megalapítására irányuló törekvéseket, a települési támogatási programok bővítését, ideértve például az otthonápolás témakörét, valamint a gyermekvédelmi szakellátás támogatásának lehetőségeit. A munkacsoport munkáját Tisztel Henrik, az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ vezetője is segítette. Nagyon fontos, hogy az, amit a mi szakembereink látnak, a mi szakterületünkön látnak, azt azokkal az együttműködő partnerekkel, akikkel egyébként együtt dolgozunk a hétköznapokban, azokkal közösen végiggondolva el tudtuk mondani. Ők is elmondták, mi is láttuk azokat a javaslatokat, ötleteket, véleményeket, amiket minden egyes szektorból, minden egyes intézményből elmondtak az ott részvevők. Tisztel Henrik örömét fejezte ki, hogy közös munkával és szoros összefogással meg tudott születni egy olyan javaslatcsomag, amelynek az alapja egy tényleges szakmai egyetértésből fogalmazódhatott meg.